A NAV nyíregyházi pénzügyi nyomozói az elmúlt 5 évben immáron 11 olyan cigarettacsempészetre szakosodott bűnszervezetet számoltak fel, amely a zöld határon tevékenykedett. A sorozatos rajtaütések hatására az elkövetők egyre nehezebben felderíthető módszereket alkalmaznak. A napokban leleplezett csempészbandához kötődik többek között az is, hogy NAV-os szolgálati járőrautónak autónak átszázott kocsival, máskor az E.ON áramszolgáltató társaság logójával felmatricázott Ford Ranger-rel szállítottak illegális füstölnivalót. Bár mindkét helyszínről elmenekült az elkövető, a pénzügyi nyomozók kiderítették ki létüket. A gyanú szerint mintegy 60 ezer doboz adózatlan cigarettát hozattak át gyalogosan Ukrajnából a zöld határ szárazföldi szakaszán. A rajtaütés napján 36 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr egyszerre 12 helyszínen tartott házkutatást, ezzel végleg felszámolva a teljes bűnbandát. Az egyik elkövető lakcímére nagyobb erővel, fokozott biztonsággal kellett kivonulnunk, tekintve, hogy információink szerint oda korábbiakban 30 többnyire erőszakos bűncselekmény miatt elítélt személy volt bejelentve. A pénzügyi nyomozók egyebek mellett nagyértékű gépjárművet is lefoglaltak a költségvetéstért, mintegy 40 millió forintos kár enyhítésére. A pénzügyi nyomozók az ügyben 8 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 4 férfi jelenleg előzetes letartóztatásban van. A csoport további 3 tagja ellen körözést rendeltek el. Jelentős vagyoni hátrányt okozva a bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt a társaság vezetője akár 16 év szabadságvesztést is kaphat.